itt az életemben. Aki még nem ismerne, én vagyok Alex, tudjátok, az a hülye gyerek az internetről, akinek jelenleg 3 szenvedélye van: YouTube-ozás, edzés és bringázás. Egy random héten úgy döntöttem, hogy mindenhova magammal viszem a kamerát, és akkor megnézzük, hogy nekem is mennyire van egy átlagos életem. Hétfőn felhaldokoltam az ágyból, megmosakodtam, borotválkoztam, felöltöztem, és készítettem egy szaftos reggel. Ezután betoltam egy kis gyömbért, kezdődhetett a munka a városban. Elmentem a pénzügyre adót intézni, megetettem az állatokat. Egyed meg te! Utána bevásároltam a hétre, és elmentem videókellékeket szerezni. Igen, egy rohadt tégla kell egy másik videóhoz. Aztán hazaértem és folytattam a gépi munkát, azaz videót vágtam, ezután egy finom ebédet csináltam, utána pár órát megint vágtam, és mire kisült az agyam... Irány gyurmázni. Eljött az edzés idő. Szóval mentem és szétzúztam a felső testet. Micsoda edzés volt ez! Zuhanyoztam egyet, aztán vacsorát csináltam, és mivel egy barátom hazajött, beültünk egyet társasozni a haverokkal. De mit tűzön lapjaim van? Hazamentünk, megetettünk egy random macskát, és arra kidőltem. Nos, a keddi napon nagyon, de nagyon korán keltem, ugyanis úgy döntöttem, hogy 24 óráig úgy fogok élni, mint egy katona. Tehát ez egy másik külön epic videó lesz, ahol egész nap brutális edzéseken kell átszenvedjek. Téglákkal fogok a hátamon futni. Eléggé undorító kajákat kell zabáljak. Ez meg mi a redva? Ha ez nem elég, még a színanáthám se hagyott békén, na de azért emellett nagyon izgalmas programok is voltak. Ennél többet nem spoilerezhetek sajnos, remélem, hogy ti is nagyon izgatottan várjátok azt a videót, hogy kész legyen. Szerdán mentálisan egy kemény napom volt. Köbölyük nézett ki. Felkeltem, aztán letoltam egy kis gyömbért, nekiálltam videót vágni, aztán kajáltam, megint vágtam, megint kajáltam, még több vágás ezerrel, még annál is több kajálás, és megint még annál is több vágás. Lassan 9 órája vágom ezt a videót, reggel 8-kor fogtam neki, és mindjárt 7 óra van, és még mindig közel nincs kész. Ráadásul úgy, hogy ez már el volt kezdve, szóval még egy csomó óra bele volt ölve, de én azért rendesen meg szeretem csinálni. Aztán folytattam még kicsit a szerkesztést, ettem valamit vacsira is, és mire akartam egy kis édességet is enni, véletlen fele a padlón kötött ki. Ne kérdezzétek, hogy hogyan. Ilyen nehéz nap után Max a haverokkal fogunk valami gémet nyomni, és aztán megyek lefeküdni, meghalni. Megvan az első killem! Amikor lejátszottuk a teljesen átlagos meccset, lenyomtam még egy kis epic Need for Speed-et, és a konyhában megbarátkoztam az új háziállatommal, ideje volt aludni. Oh boy, csütörtökön rengeteg program volt. Reggel megmosakodtam, felteleportáltam 2 ruhadarab, utána pedig csináltam egy Uber király reggel. Amiközben ettem, kaptam az értesítést, hogy pár számlával valami nincs rendben, és hogy javítani kell azokat. Ezután nekiálltam a másik munkának, azaz a videóvágásnak, és utána az annál is több munkának, amire ebédidő volt. Valahogy szét kellett szedni a rizset a fagyóból, no. Miután kajáltunk, nem hiszitek el, de ismét dolgoztam tovább a videóval. Mivel én is egy átlagos ember vagyok, vannak olyan napjaim, amikor egyszerűen nincs se motiváció, se energia, se semmi nem úgy jön össze, ahogy én szeretném. GTA-s videót is 1000 éve vágom, de akárhogy számolom, nem lesz kész ezen a héten sem. Mert nyilván 0-24-ben nem tudok csak a videózással foglalkozni, de általában nekem egy kis testmozgás rengeteget segít ezen. Tehát irány volt edzen. Kemény lehúzás, kemény mellbőrnyomás, bicepszezés, tricepszezés, még több biceps. Még több triceps! És a végére egy nehéz menő feladat, aminek nem tudom a nevét. Milyen volt az edzés? Ezt nem lehet így csinálni. Miért? Nevezetőnek pedig bringázás volt fel a dombra megállás nélkül. Kicsit... De jó ég. Ha hibákod van, ha nincs, úgyis meg tudod dolgoztatni magad. Nem tudom, látszik, hogy mennyire izzadok és mennyire kivagyok. A kameraszögeket letenni és felvenni, arról ne is beszélj. Na de nézzétek, milyen szép a kilátás innen. Ide, ha még nem jöttetek fel, akkor mindenképpen tekerjétek ki. El fogtok fáradni, az garantálom. Na de miután megpihentem, elindultam szélsebesen hazafele, mert hát Orsival megbeszéltünk egy randizást, csak hát Székelyföld beleszólt a dolgokba. Olyan szűk volt az út, hogy fél órán át köbben követtem a teheneket, és mire nagy nehezen el tudtam kerülni őket, arra egy csodálatos dolog történt. Oh, most kedefektet kapjak, esküszöm, mikor még van program. Ilyenkor úgy elmegy az élet kedve. Tolhattam a bringát egész hazáig. Mire megvolt, gyorsan zuhanyoztam egyet, a lyukas kerék miatt nagyon elkéstem, de elindultunk, és épp hogy csak időben még találtunk egy éttermet, ahol volt kajakiszolgálás. Azt hittük, hogy nem kapunk vacsorát. Egy ilyen nehéz nap után már csak megnéztünk egy filmet, és utána kidőltünk. Pénteken is egy reggelivel és egy gyömbérrel kezdtem. Utána pedig beugrottam egy jéghideg zuhany alá. Meg volt az okom rá, hiszen ma délelőtt volt a lábedzés. Hiába, hogy péntek van, megyünk és szétzúzzuk azokat a lábizmokat. A
Pálcika lábaimat kevésbé éreztem pálcikának abban a pillanatban. Na de hazaértem és ismét folytattam a gépi munkát, utána egy jó finomat ebédeltem, majd megint folytattam azt a fránya vágást. Az van, hogy én péntek délutánra max estére kész szoktam lenni az adott heti videóval, amit szombatonként szeretnék posztolni. Az edzés, a napi teendők és úgy maga az élet mellett elég nehéz a heti egy videót is tartani ezen a szinten ilyen minőségben. Hát olyan zsúfolt volt a hét, meg ez a videó annyira hosszúra sikerül, hogy egyszerűen nem tudom befejezni. De az a helyzet, hogy most péntek estére más a program. Úgyhogy akkor elindultam felvenni Klemit. Nice! Mehetünk bulizni! Öltöttem elegendő üzemanyagot, megmostam szépen az autót, bevásároltunk minden jó finomságot. Te így vásárolsz? Bro. És akkor így hétvégére kivettünk egy házat, ahol egy csomó laza dolgot csináltunk, mint például pingpongoztunk, sütöttünk szaftos kajákat. Miért eszel a drága linnyemből? Majd őt hozzá lehet. Keménykedtünk egymással, bulisztunk ezerrel, mint a hülyék. Tehát jól éreztük magunkat. Szombat reggel, amiután a kávémat megittam, nagyon izgatott voltam, ugyanis egy király programot találtam. Dani, tudod, hova megyünk ma? Menjünk versenyezni. Megeszem ezt a reggelimet, és utána megyek. Tetszik a reggeli? Nagyon tetszik. Szóval elmentünk egy menő gokárt pályára, ahol összemértük a tudásunkat, hogy ki vezet a legjobban közülünk. Én ezt nagyon élveztem. Na de miután kajáltunk egyet, megnéztünk egy nagyon szép helyi vízesést, ami alá úgy döntöttem, hogy megfagyok és beállok. Ezek után aznap nem csináltunk semmi nagyot, leginkább csak lazultunk. Vasárnap viszont hazamentünk, bedobtunk egy kis kaját, és nekiálltam foglalkozni a kliensnek való videó munkámmal, egy pingpongmeső kellett tartalmat készítsek, néha YouTube-ozáson kívül is videógyártással foglalkozom, csak rendelésre másokra. Hátralevő részére nem terveztünk semmi nagyot, inkább pihenünk és lazulunk. Amint láthatátok, egy elég nehéz és pörgős heten vagyunk túl. A legtöbb időt a munka veszi el, azaz a videóvágás és a videózás, de azért az edzés és a kajakészítés is. A szórakozás meg a pihenés részét általában hétvégére szoktam tenni, de igazából mindig egy kicsit változó minden hetem, egyik sem egyforma, ezt már automatikusan gondolom tudjátok ti is. Ha tetszett nektek ez a fajta tartalom, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!